Üdv mindenkinek, sziasztok! Zozek vagyok, a kabinból. Mostani részben egy kicsit a biztosításról beszélnék, hogy miért kaptam sokkot tulajdonképpen. Lényeg ugye, hogy megvettük a G Astrát, a Opel Astrát, vagy Vauxhall Astrát. Ugye egynapos ideiglenes biztosítást kötöttem rá, azt ugye másnap lejárt, és kellett kötöm a biztosítást, és hát ugye elkezdtem böngészgetni a biztosítók ajánlatát. Erről is van egy videóm, hogy hogy érdemes biztosítást nézni, mire érdemes odafigyelni, és illetve, hogy én melyik weboldalt használom biztosítás kötéskor. Ugye abban az időben még így nem tudtam, hogy így hogy érdemes ezt csinálni, hogy olcsóbb, mint olcsóbb, mire lehet számítani, mit kell variálni rajta. Azóta már tapasztaltam, meg gyakorlati tudást is szerettem. Ezt meg is osztom ebben a videóban, amit említettem. Szóval egy pár ember ugye mondta, ismerősök, barátok, akinek volt kocsia, hogy miket érdemes a biztosításnál beírni, hogy mitől lehet olcsóbb a biztosítás. Ugye ezeken én lépésről lépésre végigmentem, de hát így is kijött egy olyan összeg, amitől itt tulajdonképpen azért estem hanyatt, egyébként is drága, tehát sok magas az összeg, de soknak tűnik. De ráadásul, hogy mások miket mondtak, hogy ők mennyit fizetnek. Ugyanis miután én kitöltöttem mindent, amit javasoltak, minden rubrikába azt írtam be, ami javasolt volt, ezért kijött nekem egy olyan árajánlat, hogy 178 font havonta. Ez brutál összeg, csak viszonyításképpen most fizetek a Priusra 36 fontot havonta biztosítást, a teherautóra, a Mercire, ami egy teherautó, arra fizetek 89 fontot. Tehát ehhez képest egy Opel Astrára, egy 300 fontos Opel Astrára fizettem 178 fontot az első időben. Azért, mert nem volt ugye itteni előéletem, semmilyen biztosítási hisztorim nem volt, hanem megkötöttem a biztosítást. Szóval elég ilyen magas összeg jött ki, és ez volt a legolcsóbb ajánlat, ettől csak magasabb árakat találtam, vagy kaptam a confused.com-on keresztül. Ugye ezt az oldalt használom mindig, hogy ha biztosításra vagyok kíváncsi, vagy biztosítási árra vagyok kíváncsi. Ez egy ilyen összefogó oldal, ami Magyarországon a biztosítás.hu, itt confused.com-nak hívják. Szóval a lényeg az, hogy megkaptam az árat, hát mondom, ez nincs mit csinálni. Ugye kaptam azt is infóként, hogy el kell telnie egy bizonyos időnek, jó pár hónapnak, talán még évnek is, hogy lejjebb menjen a biztosítás. Tehát először ezt fizetni kell. Én ezt tudomásul vettem, mondom, rendben van, hát amennyit keresek, mondom, ahhoz képest, mondom, ezt ki kell fizetnem, ez ennyibe kerül. És úgy voltam vele, hogy majd idővel valószínűleg lejjebb fog menni a biztosításom, hogyha ezt rendesen fizetem. Még így is azt mondtam, hogy amennyit keresek, ahhoz képest még ez belefér. Tehát most ez olyan, hogy nem tudom, Magyarországon, tehát én a bizonyítási alapom csak Magyarországhoz képest volt hosszú távú. És ott én ugye a Ducatóra fizettem 14 ezer forintot negyed évente. Itt meg ugye a 178 font, az meg ilyen, hát körülbelül ilyen 74 ezer forint. Tehát ért 74 ezer forint a havi biztosításom egy 1.6-os G Astrára. Tehát azért mások a léptékek. Tehát 4.600-700 forint versus 74 ezer. Tehát nagyon durva különbségek vannak. Teljesen mások az árak. Most, hogy csak 37 fontot fizetek, még ez is ilyen 14-15 ezer forint havonta. Most a Merci 90 fontjára, vagy 88 fontjára, ne is beszéljünk. Csak itt mások, teljesen mások az értékek. Tehát, hogy mondjuk keresek egy hónapban mondjuk sima egyszerű segédmunkásként mondjuk 1000 fontot, és akkor mondjuk 30 a biztosításom. Vagy ugye most keresek Magyarországon mondjuk 80 ezret, és akkor a biztosításom 15 ezer. Tehát teljesen mások az arányok. Tehát a lényeg az, hogy megkaptam ezt az árajánlatot, lenyeltem a békát, mondom, ezt kell fizetni, mese nincs. És elkezdtük használni az autót, ugye, 178 font biztosítással. Hogy az útadó mennyi volt rá, már nem emlékszem, de az, hát az is szerintem ilyen
15 és 20 font lehetett körülbelül havonta. Tehát durván ilyen 200 fontomba került az autó biztosítása meg az útadó, és akkor ugye ezen felül ugye még az üzemanyag. Hát aki ismeri az 1.6-os Astrát, az tudja, hogy az nem 5,5 literre járkál el, de engem nem érdekelt, mert úgy voltam vele, hogy most nem fog ettől a családi büdzsé összeomlani. Szóval használtuk az Astrát, teljesen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, A-ból B-be elvitt minket, és akkor ugye így nyugodtabb is voltam, mert mondom, a Ducatót hazavisszük, de ha visszajövünk, akkor ugye lesz már itt egy autónk. És akkor ugye jött az idő, és haza vittük a Ducatót. Extra videó. Ebben a videóban egy érdekes és fontos információt szeretnék megosztani veletek. Ha valaki esetleg még nem tudná, vagy esetleg turistaként ide jönne Angliába. Ez info, ez a busz közlekedéssel kapcsolatos. Méghozzá, ezt tudtam már régebben is, csak valahogy nem csináltam eddig róla videót, vagy nem is realizáltam tulajdonképpen, hogy ez milyen fontos lehet akár. Történt ma ugyanis, hogy álltam a dugóban, és láttam, hogy a túloldalon, az utca túloldalán lévő busz megállóba áll egy 2-3-4 ember. Jön egy busz, így picit lelassít, de nem áll meg, és így elment. Hát mondom, ez most mi történt? Majd jön a következő busz, nem tudom, 4-5-6 autóval később, egyik ember fölrakja a kezét, busz megáll, és felszáll az ember, aki fölrakta a kezét, meg talán még egy, és egy vagy két ember ott maradt a busz mellett, ketten maradtak a busz megállóban, talán 4-en voltak eredetileg, és utána megint jött egy busz, nem tudom, egy 8-10-12 autóval később, abból az irányból elég jó haladt a forgalom, mi megint be voltunk szorulva az útépítés miatt egy ilyen dugóba, tulajdonképpen csak ültem egy pár percet, csak én néztem a szembe lévő busz megállót, és jön ugye a harmadik busz, és megint fölrakta az egyik ember a kezét, busz megáll, és felszálltak rá mind a ketten, és kiürült a busz megálló. És akkor jött eszembe, hogy ez egy nagyon érdekes és fontos információ Angliáról. Nem tudom most jelen pillanatban Magyarországon, vagy más európai országban ez hogy működik, de itt Angliában, hogyha te állsz a busz megállóban, és vársz a buszra, és nem teszed fel a kezedet a buszosnak jelezve, hogy te ott buszra vársz, akkor nem fognak megállni. Ezt nem tudom, ezt miért alakult ki ez a szokás, vagy mi ennek az oka, de az a lényeg, hogy ha például most is jelen esetben ugye ott állt 4 ember a busz megállóban, és az első busznak egyik se intett, a buszos így picit lelassíti, rájuk néz, semmi reakció, és megy tovább. Tehát ő nem áll meg akkor, hogyha nem intenek. Úgyhogy ha nehogy is valaki turistaként idén Angliába, akkor ezt ne felejts el, hogyha buszra vár, akkor, és látja a busz közeledni, akkor föl kell rakni a kezét, inteni kell a buszosnak, hogy ő buszra vár, nem csak éppen ottan melegszik, vagy beállt az eső elől a busz megállóba. Szóval integetni kell a busznak, vagy inteni kell a busznak, hogyha fel akarunk rá szállni. Ezt ne felejtsétek el. Ez csak egy kis gyors információ lett volna az Angliába kirándulóknak, vagy tévedőknek. Illetve még a buszozással kapcsolatos fontos információ, hogyha az embernek nincs jegye, mikor felszáll a busz, nem kell megijedni, a buszsofőröknél lehet buszjegyet venni, tehát nem kell előre megváltani. Én nem nagyon buszoztam, de azt hiszem, hogy a előre megváltott bérlet vagy jegy az talán olcsóbb, mint a buszon, a helyszínen megváltott. Ebben nem vagyok biztos, de lényeg, hogy a buszon lehet venni a sofőrtől jegyet. Remélem ez a videó is tetszett. Ha jutottál ideig, az azt jelentette, hogy igen, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot is, az sokat segít nekem, az egy visszajelzés. Illetve nem vagy feliratkozva, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve a harangikonocskán, hogy minden értesítést megkapj, hogy új videót töltök föl. A következő részig pedig sziasztok!